Sziasztok! Vissza kellett jönnöm, mert meg kellett várnunk, amíg a 100 000. Ember is beér. Ott van! Ugyanakkor tudjuk, hogy nem csak ennyien vagyunk. Közvéleménykutatási adatok egyértelműen mutatják, hogy az ország több mint 2/3 gondolja úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Mi, amikor március 15-ével elkezdtük ezt a folyamatot, amikor még csak a sajtószabadságért gyűltünk össze, és rá kellett jönnünk, hogy egyre több témában kell összefognunk és kijönnünk. Szóval akkor elhatároztuk, hogy megpróbálunk mindenkinek teret adni és teret engedni. Nem hagyjuk, hogy a sajtó, a nyilvánosság párt és kormány propagandává korcsosuljon. Ebben rátok is számítunk. Rájöttünk arra, hogy nem elég, hogy kijövünk ide tüntetni, nem elég, hogy beszélünk ezen dolgok fontosságáról, hanem tennünk kell érte. Nem csak nekünk, szervezőknek, hanem nektek, résztvevőknek éppen úgy, és nem csak ma itt, hanem holnaptól, minden nap, a hétköznapokon is, minden nap. Tegyetek ti is azért, hogy megőrizzük ezeket az értékeket. Elhatároztuk, hogy ha máshogy nem megy, mi magunk teremtjük meg a nyilvánosságot. Nem tudom, ki kapott, vagy kinek nem jutott, mert csak 50 000 darabban gyártottunk sajtóigazolványt. Tegye fel a kezét, akinél van. Ez az. Ti vagytok a mi újságíróink. Akinek nem jutott, töltse le az internetről, el fogjuk fogadni azt is. Kérünk benneteket, hogy mostantól minden közérdekű információt juttassatok el hozzánk, és mi eljutatjuk a tömegekhez. Eljutatjuk hozzátok, eljutatjuk azon tevékeny állampolgárokhoz, akik nem hagyják, hogy következmények nélkül maradjanak, a következmények nélkül nem hagyható dolgok. Számítunk rátok ebben, hogy ti is ki fogtok állni saját és mások jogaiért. Számítunk rátok, hogy nem hagyjátok, hogy a politikai korrupció mindent átitasson. Számítunk rátok, hogy megállíthatjuk együtt ezt a folyamatot. Van-e olyan, akinek tetszik ez a rendszer? Jól hallom, nem tetszik? Szerintetek hallják ők is? Akkor mondjuk együtt, nem tetszik! Talán így jó lesz. Talán megértik, hogy valamin változtatniuk kell. Kedves köztársaságpártiak, talán ezzel sikerül éreztetnünk velük, hogy nem maradhat következmények nélkül az sem, hogyha a köztársasági intézményrendszer minden elemét támadják és leépítik a demokráciát. Tenni fogunk ezért is, hogy ez ne maradjon így, és mert tudjuk, hogy nem számíthatunk a jelenleg hatalmat gyakorló politikai elitre, ezért megteremtjük az újat. Megteremtjük veletek együtt, megteremtjük azt a politikus generációt, akikben bízhatunk. Számunkra nem elfogadható, hogy az államfőről egy helyesírási hiba jusson eszünkbe. Nem elfogadható, hogy akkor szólaljon meg, amikor lapítania kéne, és amikor kötelezően kellene megnyilvánulnia a nemzet egysége érdekében, akkor ezt nem teszi. Már holnap elkezdjük a szervezést, 2 hét múlva pedig elindítjuk kampányukat, miszerint alternatív köztársasági elnököt fogunk választani. Rátok számítunk, a ti munkátokra. Ez a kampány nektek fog szólni, de rólatok. Arról fog szólni, hogy meg tudjuk-e találni közösen azt az embert,
aki méltó ezen feladat betöltésére. Kérünk benneteket, jelöljétek magatokat, másokat, bárkit, legyetek aktívak, vegyetek részt a kampányban, és találkozunk veletek március 15-én ugyanitt, hogy közfelkiáltással beiktassuk Magyarország alternatív köztársasági elnökét. Ehhez az első lépés az kell, hogy legyen, mint mondandóm elején is ejtettem szót erről, hogy megteremtsük a saját nyilvánosságunkat. Már közel 100 000-en vagyunk a Facebookon, az 1 millióan a Magyar Sajtószabadságért oldalon. Legyen ez az első feladatotok. Holnap szóljatok a szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak, kollégáknak, bárkinek, akiben bíztok, hogy a demokráciáért, a demokrácia megvalósításáért tevékenyen bármit megtenne, hogy jöjjön föl az oldalra, érjük el egymást. Ezt tegyétek meg most, amikor hazamentek innen a tüntetésről, hogy elérjünk mindenkit a kampány kezdetén 2 hét múlva. Kérünk benneteket, hogy most a tüntetés végén nagyon szép rendben, fegyelemben és másokra figyelve hagyjátok el a helyszínt, hogy ne adjunk teret az atrocitásnak, mutassuk meg, hogy így kell tüntetni. Így tüntetnek azok, akiknek nem tetszik ez a rendszer, mert nekünk nem tetszik. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek. Március 15-én, hát kicsit hátrébb kell mennünk, hogy a sor végét lássuk, meg fogjuk tenni, de legyünk legalább ennyien, és be fogjuk iktatni itt az alternatív köztársasági elnököt, addig pedig mindenki végezze a munkáját, legyen ő maga egy nagyobb egész része, vegyen tevékenyen részt saját közössége munkájában, alakítsátok a sorsotokat magatok, és mi is meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy ebben támogassunk benneteket. Köszönjük, hogy eljöttetek. Éljen az alkotmány helyett az alkotmányosság, éljen a köztársaság, éljen a szabadság. Sziasztok!